Október 6-a az aradi 13 vértanú kivégzésének napja, a magyar történelem egyik legszomorúbb napja. A 171 évvel ezelőtti eseményekről mindenütt megemlékeznek a magyarok, éljenek a világ bármely pontján. A mártírok emléke előtt mi, horvátországi magyarok is tisztelegtünk. 1849. október 6-án Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 katonai vezetőjét. Mártír haláluk azóta jelképé vált. Annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává, amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége megteremtéséért és társadalmi haladásáért. A horvátországi magyarok demokratikus közössége Bejei székházának udvarán néhány évvel ezelőtt ültették el az emlékezet fáját, melynek tövében emléktáblát helyeztek el a 13 hős tiszteletére. Nekünk horvátországi magyaroknak van mire büszkék legyünk, hiszen az aradi vértanúk közül kettő is a mai Horvátország területén született, és a horvátországi magyarok demokratikus közösségének köszönhetően emlékük úgy gondolom, hogy még elevenemebb él a horvátországi magyarság körében. Az elmúlt 171 év alatt sokszor és sokféleképpen értékelték az aradi vértanukat. Katonai tetteiket hadtörténészek méltatták és méltatják azóta is. Hősies példaképként állnak nem csak a mai békeidőben szolgálatot teljesítő katonák előtt, hanem minden magát magyarnak valló ember előtt is. Ma is hasonló harcokat folytatunk, mint ők 171 évvel ezelőtt. A mi generációnknak az a sors jutott, hogy ezt a harcot már nem golyóval, nem puskákkal kell megvívnunk, hanem azzal, hogy kiállunk egymásért, egységesek vagyunk, és harcolunk jogainkért azért, hogy a mi gyermekeinknek meglegyenek azok a lehetőségek, azok a jogok, amelyek esetleg a mi generációnknak nem voltak meg. Október 6-án a magyar nemzet a 13 mártír honvédtábornokra és az ezen a napon kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékezik, akiknek 1849-ben a magyar szabadságharc leverését követően a bécsi udvar esztelen bosszúvágya miatt kellett meghalniuk, és égjenek a gyertyák azon több ezer mártír és hős emlékére, akik névtelenül váltak a szabadságharc áldozataivá.